Mai műsorunkban Slahetka Gáspárt, a Ferencvárosi Művelődési Központban működő időseknek szóló sakklub vezetőjét ismerhetik meg, akivel az Íri Szenvedélybetegek klubjában a játék szenvedélyről, a sakk szeretetéről, illetve az oda vezető útról beszélgettünk. Egy nagyon érdekes szakmát sikerült tanulnom. A Ferencvárosban, itt a Molnár Ferenc Általános Iskolában úgy végeztem, hogy szenzációs kémia tanár volt, akit mindenki nagyon szeretett, megszeretette velünk a kémiát, és így vegyész lettem. Az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolába kerültem. Nagyon megszerettem a kémiát, annak idején az első szakközép voltunk, és gyógyszer alapanyaggyártónak végeztem. Ez egy érdekes szakma. Így igaz. Megtanultunk olyan sok mindent az élet dolgaiból, mert a kémia meg a vegyészet az nem csak abból áll, hogy összeöntünk ezt, azt, amazt, hanem bizony a gyártás tekintetében ki kell térni sok lakatos munkára, sőt olyan dolgokat is volt szerencsém csinálni, amikor például egy reakció a fényre indul be, amit egy üvegcsövön keresztül pumpálnak át, és akkor, amikor az meghibásodik, bizony az embernek ott a nyakába is emlik a folyadék, és bizony nagyon-nagyon sok veszélyes, egészségre ártalmas dolog is test közelbe kerül ilyenkor. Sajnos az egyik ilyen, nem csak ennek, hanem egyéb más dolgok következtében is allergiás lettem, és ez a karrierembe került. Pedig hány év után? 2-3 év után már az üzemben már feladtam ezt a fajta munkát, a kutatóintézetekbe kerültem, de az úgynevezett szerves, főleg halogénezett szénhidrogénekre, ami általában mindenhol jelen van, mint oldószer, ez olyan mértékben károsított, hogy állandó jelleggel vagy hulladtam, vagy hány ingerem volt, és ezt már az orvosi tanácsra abba kellett hagyni. Elindult, ez egy nagy törés volt? Nagy törés volt. A szerelem, ami a kémia felé irányított, az itt megszűnt. Kikerültem a hétköznapi életbe, de nem bántam meg, mert a való élet az annyi érdekeset, szépet, örömtelit is tartalmaz. Hát, hogyan folytatódott ezután? Tehát innen kikerült, és akkor mi volt a következő dolog, amivel foglalkozott? Nagyon felkészült voltam aktív sportolóként, nagyon sok mindent erőből, felépítésemnél fogva szerettem csinálni, és így rögtön kipróbáltam például a házhoz szállítást, ami annak idején a bojszolgálatnak volt az egyik feladatköre. Alakítottunk ugyan egy kis szövetkezetet hamarosan, és a Skálában dolgoztam elég hosszú időn keresztül. Akkor a kémia az itt teljesen kimaradt azóta az életéből, soha nem volt semmilyen kapcsolódás azután? Hát nagy fájdalom, amikor az embernek egy ilyen, ez is egy szenvedély igazából. Jártam a könyvtárakat, és írtuk volt valamikor még a könyveket is, de hát igen, vége lett. Itt le kellett zárni egy olyan aktív korszakot, ami igazából az első szenvedély volt, mondhatnám. Jött utána bőven. Mi jött utána? Milyen szenvedély jött? Hát gyerekkorom óta igazából mindig érdekeltek azok a dolgok, amik a felnőttek világába vezettek át. Az első ilyen volt a kártya, amikor a családi körben kezdtünk el kártyázni, és hamar észrevettem, hogy bizonyos gondolkodásmód kell azokhoz a játékokhoz, és ez mint adottság megvolt bennem. És hát persze ezeken keresztül mindig kerestem azokat a úgymond probléma megoldó lehetőségeket, ahol valami fel van vetve, matematikában elsősorban, logikai feladványokban. De hát megfogott egy csomó minden egyébként a játékokban, a kaszinók világa, amikor beérkezett Magyarországra például. Hogy hogyan működik, hogyan létezik a szerencsejáték, mivel függ össze. Lehet-e nyerni, vagy
alapvetően vesztesen kerül ki belőle az ember. Mikor jött el önnél az a pont, amikor azt, hogy ez már egy olyan szenvedély, amit mondjuk foglalkozni kell? Sok mindent szerettem volna kipróbálni, amit az élet adta lehetőségek kínálnak, és ezek között voltak bizony olyanok, amikről úgy gondoltam, hogy le kell mondani. A pénzalapú játékokban, elsősorban a kaszinóknak a látogatásából, azt a fajta feladványt, amit a sakkban sikeresen oldottam meg, ott nem tudtam megtenni. Voltak, hogy gépek ellen kellett harcolni, mondom. Volt, hogy a rulettasztalon, és eljutottam arra a szintre, hogy felül kellett vizsgálnom a saját álláspontomat, hogy szabad-e ezt úgy csinálni, ahogy tettem. Ehhez kaptam egy óriási segítséget itt a Szenvedélybetegek Klubjában. Itt a külföldi példák alapján olyan stratégia van fölállítva gyógyuló félben levő betegek számára, akik akarnak gyógyulni, ez nagyon fontos, amelybe belefolyva, úgy mondom, hogy hál' Istennek előbb mérsékelni, aztán végül is teljes módon abba hagytam azokat a dolgokat, amelyek nagyon károsan befolyásolták az életemet. Ez miben nyilvánult meg, vagy olyan, tehát, hogy nap 24 órájából legtöbb időt a játékkal töltötte? Igen, igen. A problémának nagy részét az okozta, hogy ha pénzalapú játékot játszik az ember, akkor előbb-utóbb kifogy azokból a félretett, úgy mondom, hogy megdolgozott forintokért. Az egy nagyon kellemetlen állapot, amikor az ember azt elveszíti. És miután az a gondolat, amely nagyon sok emberben úgy vetődik fel, hogy majd legközelebb visszanyerem, hát ez egy illúzió. Miután ilyenről egyébként előbb-utóbb mindenki megbizonyosodik, hogy erről a gondolatról le kell tennie, engem itt a Szenvedélybetegek Klubjában segítettek hozzá. Hosszú időn keresztül kell az embernek végül is tudatosan eljutni oda, hogy itt már, mint egy nagyon jó baráti, családi csapat, úgy érezzem magam, hogy nem ott vagyok, hanem itt vagyok. Tehát igazából itt az a fontos, hogy igen, valóban olyan időtöltést találni, ami lefoglalja az embert, és elveszi a gondolatokat a játékról, ugye? Tehát, hogy erről a szenvedélyről. Igen, tulajdonképpen úgy lehet leginkább visszavonulni a helytelen dolgok kiküszöbölésével, hogy helyette talál az ember értelmeset. És itt ebben a klubban, itt mindenki rendkívül jól érzi magát, mert értelmesen tölti el az időt. Olyan dolgokat teszünk, ami hozzátesz az életünkhöz, és nem elvesz. Ez rendkívül fontos. Szenvedélynek így is megmarad a sakk, ami egy életen át tart. Sakknak a szeretete, és annak nagyon sok formája, a feladványszerzés, a feladványfejtés. Hát az valami olyan gyönyörűség, ami hát nem is tudom, hogy összehasonlítható-e más dolgokkal. Talán a szerelemmel, hogy mondhatnák ilyet. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat az idősügyi program keretében nagyon odafigyel ránk, mint sakkozókra. Immáron negyedik alkalommal fogjuk megtartani azt a házi bajnokságot, amelynek az első három helyezettje majd részt vesz a Senior Országos Bajnokság döntőjén, amit általában Nagy Kanizsa rendez meg, és ott Ferencvárost képviselve
eddig nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el. Június 6-án lesz kedden a elődöntőnek nevezett játékunk. Országos versenybíró rendezi, vezeti le a játékot, amelynek keretében a nyugdíjas klubokból is rendszeresen jönnek. Hadd említsem meg, hogy két hölgy is, akiket szoktunk patronálni, szoktam patronálni. 80 év fölötti az egyik, rendkívül jó memóriával megáldva. És bizony, hát ebből is látszik, hogy ez a játék, ez nem kötődik életkorhoz. Sok mindenre kell egyéb módon is figyelni, hogy az ember ne rongálja magát, vagy ne romoljon. De a sakk állagmegóvó képessége azt gondolom, hogy nagyon-nagyon számottevő. A klub működéséről, illetve a szenvedélybetegségekről Kovács Tibort, az Iris Klub koordinátorát kérdeztük. A szenvedélybetegség az a tagadás betegsége. Tehát, hogy én alkoholista, hát akkor teszem le, amikor akarom. Vagy én dohányos, bármikor. Na, alapvetően azt szoktam mondani, hogy a statisztikát, ha nézzük, akkor az igazából arról szól, hogy ki az, aki elindul a felépülés útján. Tehát kibe van meg a hajlandóság arra, hogy dolgozzon önmagán, és ennél azt merem mondani, hogy olyan 60% fölött van. Tehát a statisztikák azt mutatják, hogy idősebb, tehát az 50 fölöttieknél sokkal jellemzőbb az alkohol, a játék, szenvedély, a kodependencia. De igazából összességében azt szokták mondani, hogy az emberiség 17-19% a szenvedélybeteg. Tehát a klubunknak a szlogenje az az, hogy fókuszban a józanság, fókuszban a felépülés. Tehát igazából azokat a családokat várjuk, akiknél szenvedélybetegek vannak, és ezeknek a felépülését tudjuk támogatni.